Nagyon nagy szeretettel köszöntök benneteket, és nagyon hálás vagyok azért, hogy újra itt lehetek a gyülekezetben. Épp ezen gondolkoztam, hogy 18. éve vagyok ennek a gyülekezetnek a lelki pásztora, és még egy vasárat nem fordult elő, hogy betegség miatt kihagytam volna. Szokták mondani, hogy hát ezt is el kellett kezdeni, de remélem, hogy nem kell folytatni. De jó dolog újra itt lenni, és nagyon hálás vagyok a sok imádságért, a sok köszöntésért, az érdeklődésért. Jólesik az, hogy nem vagyok egyedül jó az, amikor az ember szeretve érzi magát, és jó, hogy egymást szerethetjük. És tudjátok, ezen gondolkoztam, hogy az életemnek az elmúlt időszakában, tehát az elmúlt hosszú évek alatt nem volt még ilyen nehéz időszak, mint az elmúlt egy-két év. És pont ezen gondolkoztam, hogy elkezdtem az erős gyülekezetről, meg az erős keresztényről beszélni, és sosem voltam még ilyen gyenge. De valahogy ez jó, ahogy Isten tanít bennünket, és megtanít arra, hogy minden dicsőség csak is az övé, hogy ebbe az énekben énekeltük. És a Bibliának véleményem szerint a legerősebb, vagy az egyik legerősebb része az az Ézséjás 53, amit a Csabi felolvasott. Számomra mindig döbbenetes Jézusnak a személye. Az, amit is ahogy a nő tett, és ahogy ő erre a földre eljött, és egy rendkívüli példa számunkra. És nagyon megalázó módon kezdte el az életét, nagyon megalázó módon fejezte be a földi életét, és még sincs nála dicsőségesebb. És ha az erőről szeretnénk beszélni, azért csak nem hagyom abba Erről fogok prédikálni, bár lehet, hogy ez lesz most az utolsó ebben a sorozatban. De hiszem azt, hogy az Úrnak az akarata az, hogy az ő nép erős legyen. És nagyon-nagyon fontos dolog, testvéreim, hogy megerősödni, kihívások és próbák által tudunk. És a Bibliából fogunk most olvasni majd több részt is az Ephesus írt levélből, ha kinyitjátok a Bibliátokat az első részből, illetve a hatodik részből fogok olvasni, és először is a hatodik résznek a tizedik versét olvasom fel, ez lehetne a címe is a prédikációnak, hogy végezetre, atyám, fiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erő, erő, erejében. És igazából ez a legyetek erősek az Úrban, ez olyan elkeserítő tud lenni a számunkra, legyél erős. Ez nem annyira könnyű az ember számára, főleg, ha gyenge vagyok, főleg, ha bajaim vannak. De igazából, ahogy utána néztem a görögben, igazából ez nem azt jelenti, hogy legyél erős, hanem azt jelenti elsősorban, hogy erősödj meg növekedj, vegyél erőt, sőt, megnéztem elég sok Bibliafordítást, tudjátok, jók ezek a telefonos alkalmazások, hogy egy pillanat alatt el tudsz érni több tucat magyar Bibliafordítást, és igazából a Csia Lajos szerinti azt mondja, ha ebben a jó kis versben, a tizedik versben, Egyéb iránt tegyetek szert több hatalomra az Úr által és az ő uralkodó ereje által. Tehát azt mondja, hogy tegyetek szert több hatalomra, erősödjetek meg. Istennek az akarata az, hogy erős, erősebbek legyünk, és tudjátok, nagyon-nagyon rossz az, amikor az ember beteg. Nagyon rossz az, amikor az ember nem csak egyszer meg van fázva, hanem élni nincs kedve. Tudjátok, viccesen szokták mondani, hogy ha egy férfi meg van fázva, akkor az, eh, a női terhesség meg a szülés az már majdnem olyan nehéz, mint amikor egy férfinek van, vagy meg van fázva. De nem mondom, hogy aláírom, de ez biztos, hogy nehéz az, amikor az ember beteg, és nehéz az, amikor az embernek baja van. De tudjátok, a legfontosabb az, hogy amikor gyengék vagyunk, akkor valami hiány van bennünk. Amikor betegek vagyunk, általában ezek a betegségek szokták mondani, hogy hiánybetegségek hiányzik az ember szervezetéből valami vitamin, valami nyomelem, vagy valami ellenálló képesség. Nagyon sok ö, ö, oltásnál, amikor beoltják a gyermekeket, akkor egy legyengített vírust adnak be a gyermeknek azért, hogy a gyermek szervezete megtanulja leküzdeni azt a vírust. És ha már találkozott ezzel a vírussal, akkor többet nem fogja elkapni ezt a vírust. És azt gondolom, hogy szellemileg nagyon sok esetben Isten ad nekünk ilyen legyengített vírusokat, amelyek nem azért vannak, hogy bennünket tönkre tegyenek, hanem hogy tudjunk úgy megerősödni, hogyha jön egy komolyabb influenza járvány szellemileg, akkor meg se Tudjátok, vannak ezek a reklámokat tévében, hogy csak én szedek véres cseppet is. Én hiszem azt, hogy az Úr szeretné, hogy legyünk olyan emberek, akik szellemileg erős immunrendszerre rendelkezünk, és minden olyan vitamin, amire szükségünk van, az bennünk van. Persze jönnek olyan betegségek, próbák, nehézségek, amelyeket nem tud az ember elkerülni. Vannak olyan problémáink, amelyek nagyon sokszor úgy érezzük, hogy ehhez nekem nincs erőm. Elkap egy betegség, jön egy tragédia az életem, és azt mondom, hogy nekem elegem van ebből az egészből. Sokszor prédikáltam már róla, hogy Istennek nagy emberei jó néhány szor így jártak. Mondták, hogy uram, elegem van, vigyél innen el, inkább ő meg engem, de én már nem bírom ezt tovább. És nagyon sokszor az ember a betegségben úgy érzi, hogy ő nem akar tovább menni. Nem akar tovább küzdeni. És itt azt mondja ez a drága testvér, hogy végezetre erősödjetek meg az Úrban. Kezdjetek el növekedni, kezdjetek el erősödni. És tudjátok, ezek az efézusi igék, ezek nagyon sok esetben a szellemi harcoz vannak használva. Fogunk is erről egy picit beszélni, és akár még összefüggést is lehetne keresni, és még akár találni is, hogy beszéljek itt az erős kereszténységről, én meg legyengülök, jönnek a szellemi támadások, az ördög nem akarja, stb. 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 Tudnám ezt ideologizálni, teologizálni, de nekem nem ez a célom, hanem az, hogy igazságokra világítsak rá. És ahhoz, hogy rá tudjunk ezekre az igazságokra világítani, egy picit visszább kell mennem az Efézusba bejelkezét levél első részébe, és a 15. verstől fogom felolvasni egészen a második rész második verséig. Tehát Efézus 1.15-től. <tört> Annak okáért én is, halvati hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket, nem szűnök meg hálát adni tiértetek, emlékezve rátok az én könyörgéseimben. Hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, Adjon nektek bölcsességnek és kielentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg az értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, és mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, erőn és urasságon és minden néven, amelyen neveztetik. Nem csak e világon, hanem a következendőkben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte az Anya Szent Egyháznak fejévé, mely az ő teste, teljessége ő neki, aki mindeneket betölt mindenekkel. <kül> Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti védkeitek és bűneitek miatt melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a malélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Néhány gondolat, amit innen szeretnék kiemelni. Az első azt mondja, hogy ez a kedves pár hallotta az Efézusi gyülekezetnek a hitét az Úr Jézusban, és minden, minden szentekhez való szerelmét, szeretetét. És azt látom, hogy egy erős gyülekezetben, egy erős hívő embernek az életében ez a kettő dolog ott kell, hogy legyen alapként. Hit van az ő szívében az Úr Jézus iránt, és szeretet van a szívében minden szentek felé. Én hiszem, testvéreim, hogy nekünk nagyon fontos megtanulni, hogy a hitünk az ne gyengüljön el, vagy ha elgyengül, akkor újra erősödjön meg. Annyira igyekszik az ördög elvenni a hitünket. Két héttel ezelőtt, amikor itt volt a kis a testvér beszélt arról, hogy mennyire fontos a hit. Fontos az, testvéreim, hogy a hitünk megerősödjön, mert a hit az egy bizalom is Istenben. Tudom azt, hogy Istennek igaza van. Tudom azt, hogy Isten a javamat akarja. Még akkor is, amikor a betegágyban fekszek, amikor fuldoklok, amikor hányok, amikor minden bajom van, tudom, hogy Isten szeret, tudom, hogy Isten a javamat akarja. Bármilyen tragédia, bármilyen nyomorúság van az én életemben, Istenben hiszek, ragaszkodok hozzá. Ezért a keresztényeknek az egyik legismertebb gyűjtő neve az, hogy hívők. Mi hiszünk Jézus Krisztusban, hívő emberek vagyunk is. Én annyira vágyom, hogy ha jön egy testvér, aki meglátogat bennünket, akkor tudja ezt mondani, hogy hallottam a ti hitetekről. Hallottam, hogy ezek a kecskedméti testvérek, ezek erős hittel rendelkeznek. Ezek hisznek az Úrban, bíznak az Ő szeretetében. És hallottam arról, hogy ezek a hívők mennyire szeretik egymást. És tudjétek el, az igazi szellemi harcos ez ezt tudja csinálni. Hisz az Úrban, és szereti az Ő atya fiait. Nem nagy erő kell hozzá, hogy egy szobában üzzek, kötözzek meg, megvalljam meg, stb. stb. Amikor senki nem lát. Majd megmutatom az ördögnek. De az, amikor bajban vagyok, amikor nehézségben vagyok, és akkor is megvallom, hogy szeretem az urat. Amikor úgy vagyok, mint jobb, hogy mindenem elvesztettem, de akkor is azt mondom, hogy nekem van egy megváltóm, aki él. Ez az a hit, ami legyőzi az ördögnek minden erejét, amivel nem tud mit kezdeni az ördög. És amikor engem bántanak az én testvéreim. <tos> <tos> És én mégis szeretettel tudok rá válaszolni. Amikor megrövidítenek, becsapnak, és ott van a szívemben, hogy én akkor is szeretem őt. És amit Jézus csinál, tudjátok a kereszten, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Én azt gondolom, hogy ez az az igazi szellemi erő, szellemi hatalom, ami minden hívőnek rendelkezésére áll, és elérhető. Én erre nagyon vágyom, testvéreim, hogy ebben tudjunk növekedni, és amikor itt lehetne sokáig elemezni ezeket a verseket, amiket felolvastam, három dolgot fedeztem fel, így hirtelen a sok egyéb között, ami úgy gondolom, hogy a mi feladatunk. Az egyik azt mondja, hogy kéri azt, hogy az Úr adja nekünk a bölcsességnek, a kijelentésnek lelkét az ő megismerésében. Egy másik fordítás azt mondja, hogy megismerjük őt. Tudjátok, én hiszem azt, hogy nem lehet eléggé ismerni Istent. És az az életünknek ez egy folyamatos elhívása, hogy én jobban akarom őt ismerni. Jobban akarom ismerni az ő tulajdonságait, azt, hogy mi az ő számára a kedves. Tudjátok, ha egy néhány éve együtt élsz férjeddel, feleségeddel, családtagjaiddal, tudod azt, hogy melyik az az étel, amit szeret. Tudod azt, hogy hogyan tudsz a kedvébe járni. Múltkorában, jó múlt volt nálunk egy vendégtestvér, egyszer hallottam azt, hogy ő nagyon szereti a forró tyúkustlevest. És azt adtuk elé, és mondtam, hogy azért, mert tudom, hogy szereted, és meg volt lepődve, hogy honnan tudjuk ezt. És emlékeztem egy ilyen dologra és számára ez egy öröm volt, hogy valaki odafigyelt arra, hogy neki mi az egyik kedvenc kajája. Apróság. Minél többet vagyunk együtt, annál inkább megismerjük egymást. És hiszem azt, hogy az Úrral is minél többet vagyunk együtt, annál inkább megismerjük őt, és annál kedvesebbé válik a számunkra, annál inkább akarunk a kedvében járni. Olyan nagy öröm, amikor a gyermekedet megajándékozod valamivel, vagy éppen a feleségedet, vagy férjedet, egy akár aprósággal, vagy egy kedves szóval. Olyan jó látni azt, hogy ez a szó ez betalált. Olyan jó látni azt, hogy örömet tudtam neki okozni. Olyan jó látni azt, hogy például egy tető cserepeződik, és nagyjából kész van. Jó az, amikor előrehaladás van az ember életében, és nagy ajándék az, amikor ez, ez az öröm, ez fel tud bennünk szabadulni, és tudjuk egymást őszintén, tényleg tiszta szívvel szeretni, de a legfontosabb az, hogy még az Úr megismerését is az Úron keresztül tudjuk. Az ő kielentésének a lelke, az ő bölcsességének a lelke az, ami bennünket segít, hogy megismerjük őt. Mert Isten messze fölöttünk áll, megismerhetetlen egy fizikális emberi tudás számára, de Isten megismerhetővé teszi magát. És amikor nézem ezeket a tudományos embereket, tudjátok, én azt látom, hogy maga a tudomány az nagyon-nagyon sokszor tévedett már. Nagyon sokszor volt szükség arra, hogy revideálják az elgondolásukat a földről, a biológiáról, a különböző dolgokról, bármilyen törvényt megnézhetnénk, törvényszerűséget. A, tört, a történelemben azt látjuk, hogy újra és újra korrigálnia kell a tudománynak. De viszont azt látom, hogy közel 2000 éve a teljes szentírás, sőt, lassan 2000 éve a teljes szentírás rendelkezésünk áll, és nincs szüksége korrekcióra. Isten szava Egyszer meg lett mondva, és az a mai napig megáll. Évezedek múltán is bölcsesség szól belőle. Évezredek múltán is megismerhetjük Istennek a szeretetét, és én azt gondolom, hogy nekünk hívő embereknek ez egy nagyon fontos elhívásunk itt a Földön, hogy minél jobban megismerjük az Urat. Minél jobban megismerjük az ő hűségét, az ő személyét, hogy ebben tudjunk növekedni, és tudjunk erősödni. Tudjátok, ebben a személytelen világban annyira nagy szükség van a személyességre annyira igyekszik ki, hogy minden személyességet belőlünk az öltő. Nézzétek meg a telefonon, majdnem minden héten kapok reklámokat. Most az elmúlt héten, hogy ötször feljött egy ilyen randi kereső oldalnak a reklámja. Feljön egy lány, akarsz meg vele megismerkedni, igen vagy nem? Egy gombnyomás. Nem tetszik, lapozol egyet, másik, 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 kiválasztod. Nem annyira működik az udvarlás, mint régen hogy finoman fogalmazzak. Olyan egyszerűvé próbálják tenni az emberek a dolgokat, és olyan személytelenni. Tudjátok, régebben az ember ismerte a zöldségesét, ismerte a boltosát, lehet, hogy ma is vagytok egy néhányan így, de személyes kapcsolatban voltak az emberek egymással. Tudták, hogy a Mariska a sárgarépája az nagyon finom de krumplit a Lajos bácsitól kell venni. Mert kapcsolatba voltak egymással az emberek, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, és hiszem, hogy ezeknek a közösségeknek a mai napig is meg kell, hogy tudjon lennie, meg kell tudjon erősödni, kell, hogy az Urat tudjuk egyre inkább megismerni, és minél inkább olvasod Istennek az igényét, annál inkább meg fogod ismerni azt, hogy Isten milyen, és ez elkezd téged formálni, elkezd téged változtatni. És amikor viszont elkezded a testvéreiddel erősíteni a kapcsolatodat, akkor nem a testvéredet kell, hogy megismerd, hanem saját magadat. Miközben én kapcsolatban vagyok a testvéreimmel, rájuk arra, hogy mennyi gyarlóságom van. Én már azt hittem, hogy mindenkit szeretek, amíg nem találkoztam XY-nal. És rájöttem, hogy van még hol fejlődnöm a szeretetben. Én már azt hittem, hogy egészen türelmes vagyok, amíg meg nem házasodtam, vagy amíg meg nem születtek a gyermekeim. És lehetne sorolni ezeket a dolgokat, hogy miközben a kapcsolatba kerülök emberekkel, rájövök arra, hogy mennyi gyarlóság van bennem. Mennyi mindenen kell nekem változnom és változtatnom. És higgyétek el, ez személytelenül nem működik. Nagyon-nagyon hálás vagyok az internet ajándékáért, hogy lehet a prédikációkat meghallgatni, lehet közösséget <kül> egy bizonyos szintig elindítani vagy gyakorolni, de ez nem helyettesíti a személyes kapcsolatot. Az, hogy itt vagyunk együtt, megöleljük egymást, megpuszíjuk egymást, hogy beszélgetünk egymással, és ez csak a jó része, ami szintén fontos, de ott van az is, hogy összeveszünk egymással, haragszunk egymásra, durcálunk a másikra, miért nem köszönt rám, bár lehet, hogy köszönt, csak nem hallottam, vagy lehetne sorolni ezeket a dolgokat, és engem formál az, hogy kapcsolatban vagyok másokkal. Én egyszer elhatároztam azt, hogy nem érdekel, hogy ki köszön, ki nem, én mindenkinek fogok köszönni, és azóta sokszor észes veszem, hogy köszönnek nekem, vagy nem, egyre figyelek oda, hogy én köszönjek. Ezen tudok változtatni, a másikon nem. Amikor személyes kapcsolatban vagy az emberekkel, akkor te formálódsz. És ez egy csodálatos dolog. Isten így alkotott meg bennünket. Nem jó az embernek egyedül lenni, jó közösségben lenni, jó társaságban lenni, és még a nehéz társaság is tudáldás lenne a számunkra. Amikor terhes egy kapcsolat, formálja az embert, megtanulja az embert, alázatra késztetni, hogy az ember meg tudja alázni magát, tudja a másikat felemelni, tudja a másikat különnek tartani magánál, és tudjátok, ezért van a család, ezért van a házi csoport, ezért van a gyülekezet, a közösség, hogy tudjuk egymást formálni Isten szeretete által, de higgyétek el, hogy leginkább nekünk kell formálódnunk. Én úgy tudom a többieket formálni, hogyha én formálódok. Ha én megváltozok, és igyekszek jó példával előjárni, ez a szilárd még mindig nem mérges, pedig már ötször szóltam be neki. Ez még mindig mosolyog. Akkor lehet, hogy inkább abba hagyom. És higgyétek el, miközben én változok, a környezetem is változni fog. Vagy ha nem is változik, de az én kedély állapotom, az más lesz, is már jobban fogom érezni magam. Ha én reggel felkelek, és boldog akarok lenni, higgyétek el, hogy boldog fogok lenni. Boldogság fog elérni. Ha szeretnék szomorú lenni, az is sikerülni fog. Ez csak rajtam múlik, hogy hogyan állok hozzá. Rajtam múlik-e, hogy tudok-e örülni a dolgnak, tudok-e hálás lenni? Tudjátok, tényleg egy hónappal ezelőtt mondtam azt, hogy annyira hálás vagyok azért, hogy évek óta nem értel komolyabb betegség bennünket. Azóta a feleségemet kivéve mindenki végigment a betegségnek, különböző formája, különböző súlyossága, de én akkor is azt mondom, hogy hálás vagyok Istennek. És akkor is azt mondom, hogy most túl vagyunk már ezeken a dolgokon, és olyan jó dolog az, hogy tudok éjszakaludni. Vagy szellel az orrom vagy tudok enni. Én nagyon szeretek enni, és borzasztó érzés volt, hogy napokig semmilyen kaját nem kívántam. Akármit csinálnak, akármit kínálnak, nem tudtam enni. Jó érzés az, hogy most tudok enni. Majd visszapótolom azt, amit lefogytam, tudjátok? Tehát sokszor ilyen az ember, de jó dolog az, hogy az ember hálás tud és hálás akar lenni. Amikor megismerjük az Urat és megismerjük egymást, ez bennünket formál. Bennünket változtat, és én annyira vágyom erre, testvéreim, hogy én formálódjak. Én nem tudom a gyülekezetet formálni. Maximum úgy, hogy én formálódok, és én változok, és hát, ha valaki követi a példát. Amikor Pál apostol sokszor mondja, hogy legyetek az én követőim, ő nem azt mondja, hogy kövesetek engem, én milyen jól ismerem az igét, hanem éljetek úgy, ahogy én, mert én az Úrról akarok beszélni. És ha engem követtek, akkor az Úrat fogjátok követni. Amikor valaki prédikál, akkor nem a prédikátort kell, hogy halljuk, hanem Istent, aki szól azon a prédikátoron keresztül. Ha látunk egy ajándékot működni, nem a megajándékozott emberekkel foglalkozni, hanem az ajándékozó Istennel. Az elkövetkezendő időszakban őszinte vágyom az, hogy ne csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is foglalkozzunk a lelki ajándékokkal a gyülekezetben. Ezek mind-mind azért vannak, hogy a gyülekezet növekedjen, épüljön, és hogy Istennek adja a dicsőséget. Megfőjük ezeket nézni részletesen. Én vágyom erre testvéreim, hogy ismerjük meg az Urat, és ismerjük meg saját magunkat is. Legyünk közösségben az Úrral, közösségben az egymással, egymással mert így, tudjunk, így tudunk igazából változni. És a másik dolog, amit mondott, ez az első, azt mondja, hogy világosítsa meg az értelmeitek szemeit, ez a 18. vers, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. Azt mondja, hogy tudnunk kell. És tudjátok, a tudás, az ismeret, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hosszú-hosszú évszázadok, évezredek óta az emberek vágyták és vágyják a tudást. A rögtön az első századi keresztények között is feljöttek olyan emberek, akiket úgy hívtak, hogy gnosztikusok. A gnózis görög szó az a tudást jelenti. De vannak például a titok nevű magyar szó, az a mysterium nevű görög szóból szól. Igazából ezek mind, -mind olyanok, amik egy titkos társaság számára elérhetőek. Nagyon sok ilyen társaság van. Tehát ha beavatottá válsz, akkor majd te is tudhatod ezeket a titkokat. Nagyon sokan operálnak ezzel, próbálják az embereket becsapni a titkos tudással. Gyere el, végezd el a tanfolyamomat, és megmutatom, hogy hogyan lehet gazdag ember. Végezd el ezt a hat lépéses sorozatot, és sikeres vállalkozó lesz belőled. Nálam van a titok kulcsa. Egészen olcsón neked, ha most rendelsz hétfő után kettőig, Akció van. És tudjátok, az emberek elhiszik, mert azt gondolják, hogy nekem arra a tudásra van szükségem. És nagyon sokszor prédikátorok is titkos tudást akarnak előadni az emberek számára, pedig az élő Istennek az igéje az minden csak nem titkos tudás. Mert Isten mindent, amire szükségünk van, nyilvánvalóvá, egyértelművé és érthetővé tett a számunkra. Minden fontos dolog, ami a Bibliában le van írva, minden lényeges dolog az egy gyermek számára is érthető. Jézus, amikor prédikált, sosem rébuszokban beszélt, bár mondott példázatokat, meg is van az oka, hogy miért, de érthető volt az emberek számára. Még ha nem is mindig értették a jelentését, hogy miért mondta ezt, de nem kellett, és nekem annyira tetszik, hogy Jézus nem használt idegen szavakat. És nagyon sokszor a prédikátorok azzal igyekszik megnyerni a közönséget, hogy nézik este az idegen szavak és kifejezések szótáját, hogy milyen új szavakat tanítsunk meg holnap a gyülekezetnek. Nem erre van szükség. Annyira szép és gazdag a magyar nyelv, olyan kifejező, lehet úgy beszélni, hogy mindenki értse. Nem attól leszek okosabb, hogy senki nem érte, amit mondok. Hanem az az igazi feladata egy szolgálónak, hogy érthetővé tegye, fogyaszthatóvá tegye az emberek számára Istennek az igét, hogy táplálkozzanak vele, és növekedjenek általa. Isten nem titkos tudásokat akar nekünk adni. Meséltem nektek régebben erről, tavaly kiadásra került egy könyv, már azóta visszavonták, aminek a alcíme az, hogy a királyság titka, amit Jézus Krisztus egészen eddig nem jelenthetett ki. Tudjátok, egy könyv címből egészen könnyen le lehet vezetni, hogy hülyesége az a könyv, vagy nem. Még csak bele se kell olvasni a könyvbe. Azóta beleolvastam abba a könyve, és igazolta az, hogy hülyeség. Tehát, hogy nincsenek rejtett titkos tudások a Bibliában elrejtve, amiket nekünk kutakodni kellene, hogy na most akkor most már rájöttem arról, hogy mi a királyságnak a kulcsa. Tudjátok, a mai napig éppen múlt héten hallottam egy lelkipásztortól, nagyon izgatotta hívott fel, hogy megvan az Úr Jézus visszaveteinek a dátuma. És hogy, hogy erre fel kell készülni, mert 2023-ban az Úr vissza fog jönni. Erre utána most a héten hallottam egy másik proféciát, ami azt mondta, hogy ez idén fog bekövetkezni. Nem akarom egyáltalán elvokatizálni testvéreim, mert tudom azt, hogy az Úr Jézus vissza fog jönni. Nagyon hamar vissza fog jönni, és nem is akár akármilyen dicsőséggel fog visszajönni, de egyszer az Úr Jézus azt mondta, hogy senki nem tudja az időt, csak az Atya, és nála van elrejtve. Nem tudhatjuk, és tudjátok, ez nem rossz dolog, hogy az időt nem tudhatjuk, hogy mikor jön vissza, de tudhatjuk azt, hogy mit fog kérni tőlünk, és hogy hogyan kell felkészülnünk. És gondoltok bele, milyen borzasztó lenne a fordítva lenne, hogy tudjuk, hogy mikor jön vissza, de nem tudjuk, hogy mit fog kérni. Tudom azt, hogy jövő hét szerdán vizsgázni fogok, de gőzöm sincs, hogy miből. Ez egy fájdalmas dolog lenne az ember számára. De ha tudom azt, hogy például nekem ebből a három tételből kell készülnöm, és esetleg volt időmre, hogy megtanuljam őket betéve, akkor nagyjából teljesen mindegy, hogy mikor lesz a vizsgázás, jöhet. Ha reggel keltenek fel, és tudom, mert felkészültem. És Isten igéje pont erre készít fel bennünket, hogy nem az a lényeg, hogy mikor fog visszajönni, hamar van a visszajövetelének az ideje. A lényeg az, hogy fel tudunk rá készülni és tudjuk őt úgy várni, hogy amikor megjelenik, akkor azt mondja, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot És Ez egy csodálatos dolog, hogy közösségben lehetek az atyával. Itt a földön szerethetem őt, és egyszer csak azt veszem észre, hogy már ott vagyunk a mennyben. És folytatom azt az életet, amit itt elkezdtem. És nem az, hogy na majd akkor oda szánom magam, ez nem így működik. A vizsgálat 5 perccel nem tudod megtanulni a 15 tételt. Még a címüket se tudod elolvasni. Isten azt akarja, hogy legyünk felkészülve a velővel találkozásra, és olyan csodálatos, hogy minden, ami megismerhető az Atyából, az elérhető az igén keresztül. Miközben foglalkozunk az igével, olvassuk, megismerjük, megszeretjük, és minden tudással rendelkezünk, testvéreim, amire szükségünk van. Még a sikeres anyagi élethez is. A sikeres vállalkozás kulcsa is. Isten igében van benne, és öröm ír, hogy mit tudom én, 2000 forintért megveszem egy Bibliát, és ennyi a maximum ára, de ez is csak a nyomdaköltség. De nem kell utána a bérleti díjat fizetned azért, hogy a titkos tudása tiéd lehessen. Csak olvasd a Bibliát, testvérem, és Isten helyre tudja rakni a vállalkozásodat, helyre tudja rakni az anyagi életedet, még az egészségedet is. Csak olvasd Istennek az igéjét, és megérted azt, hogy mi az Úrnak az akarata. És ez egy fontos dolog, testvéreim. <coughs> Ez igazából azt írtam, hogy ez egy megnyugtató ismeret. Hogy tudom, hogy az Úr mit kér, és nem kell félnem. Fel vagyok készülve. Nem aggódom, hogy éjfélkor fog-e visszajönni, vagy hajnal kettőkor. A lényeg az, hogy én szeretem őt, bízom benne, és tudom azt, hogy el fog engem vinni. És a harmadik dolog, amit itt leírtam, tehát első az, hogy megismerjük az Urat, megismerjük egymást, a másik az, hogy megtudjuk mindazt, amire szükségünk van, és a harmadik pedig az, ami... Itt a nehezebb része is ehhez kell a szellemi erő, hogy tudjuk megélni a dolgokat, megélni az Isten való kapcsolatot, mert az elméleti tudás testvérem az igazából kevés. Nekünk meg kell élnünk a hétköznapokban Istennek a szeretetét. Mert azt mondom, neked szeresd a feleségedet, innen szépen hangzik. De amikor este összeveszel vele, ott is érvényes az, hogy szeresd a feleségedet. Vagy én beszélgettünk reggel az egyik testvérnél, hogy egymást szenvedjük el szeretetben. Könnyű úgy szeret, szeretni, ha valaki hoz nekem egy sütit. Rögtön mosolyogni fogok. De amikor engem bánt, megrövidít, vagy rosszat mond rólam, nekem akkor is szeretnem kell őt. Megélni azt, amiről beszélek. Megélni Istennek az igét, hogyha mélységben vagyok, én akkor is hálás vagyok. Mert a hegy tetejéről tök könnyű vigyorodni, hogy köszönöm Uram, hogy ilyen magasan vagyok. De amikor nem vagyok a völgyben, akkor is kell tudni, hogy Uram, én nagyon hálás vagyok neked ezért is, mert te itt is velem vagy. Tudjátok, ha már említettük Dávidot, ismeritek jól a 23. Zsoltárt. Még a halál árnyékának völgyében vagyok is. Nem félek a gonosztól, mert te vagy velem. És ez az igazi ismeret, amire szükségünk van, hogy még a legnyomorúságosabb helyzetben is Isten veled van. Szeret téged, és a javadat akarja. És tudjátok, az embernek mi a legfőbb java? Véleményetek szerint. Mi a legfontosabb ebben az életben? Az örök élet, az Istennel való személyes kapcsolat. Tudjátok, nagyjából semmit nem érsz, sőt, még a károdra van, hogyha nyúrik voltál, imádkoznak érted, felássz is tudsz járni, de még az örök kározatra. Inkább maradtál volna a mozgássérült, is, mentél volna a mennybe. Fontos a fizikális egészségünk is. Ha valaki volt beteg, az tudja, hogy mennyire jó egészségesnek lenni. De ez csak erre a földi életre vonatkozik. Nagyon-nagyon hálás vagyok a házunkért nagyon hálás vagyok minden áldásáért Istennek, sőt a gyülekezetért, családomért, nem tudom kifejezni, hogy milyen hálás vagyok. De ezek a dolgok, legalábbis a család erre a földi életre vonatkozik. A gyülekezetnek már van egy mennyei vetülete is. De tudjátok testvéreim, itt a földön kell ezeket a dolgokat megélnünk. Nem úgy, hogy majd a, szeret, majd a mennybe szeretni fogjuk egymást, mert ha itt nem szeretjük egymást, ott se fogjuk, mert nem, nem, nem jutunk oda. Tehát nagyon fontos, testvéreim, hogy itt a Földön kell megélnünk a hétköznapi nehézségekben, próbákban azt a jóságot, amivel Isten körül akar lennünket venni, azt az áldást, azt az ajándékot. Kell a közösség, testvéreim. És nem a pünkösdi közösségről beszélek, bár nagyon nagy áldás az, hogy egy közösségnek a részei vagyunk, de a testvéri közösség, itt a helyi gyülekezet még csak nem is a kecskeméti pünkösdi gyülekezet, hanem amikor összejöttök otthon, hárman, négyen, imádkoztok, keresitek az Úrnak az akaratát, az Úr ott van veletek. És az ő számára ez egy jó dolog, hogy közösségben vagytok egymással és vele. És még szintén nagyon jó az, hogy itt is együtt össze tudunk jönni gyülekezetben, vagy ha elmegyünk egy nagyobb konferenciára, még többen megtapasztaljuk együtt a közösségnek az áldását. De ezt meg kell élni, testvéreim, a hétköznapokban is. Olyan jó, ha jó sikerül egy prédikáció. De mi van, ha nem jó sikerül? Olyan jó, ha nagyszerű a dicsőítés és a mennyekben repít minket. De mi van, ha végig az egész alkalmat? Nem az a megoldás, hogy elmegyek egy másik gyülekezetbe. Nem az a megoldás, hogy elkezdem fikázni a dicsőítés vezetőt, hanem az a megoldás, hogy az inséges nehéz időben is oda teszem magam, és ami rajtam áll, akarom. Például akarom szívni Istennek az igét a szívembe, odafigyelek. Nem telefonozok prédikáció közben, az sokat segít. Bárha a Bibliát olvasol, van egy ilyen kis plusz opció, amit az ember meg tudja magyarázni, de jó az, ha odafigyelünk. És igyekszünk mindazt, ami a számunkra érték, megragadni. Tudjátok, olyan döbbenetes, hogy jó néhány prédikációm volt már, amit elmondtam, azt hittem, hogy ez nagyon jól sikerült, milyen jó üzenet volt, és talán mondják az emberek, hogy tényleg jó volt az üzenet, szólt az úr, de olyan dolgokat hallottak ki az én prédikációmban, hogy nem is emlékszem, hogy mondtam volna. Egyáltalán nem ez volt az üzenetem célja, de Istennek az igéje megszólított egy-egy embert, egy-egy olyan üzenettel, amire nem emlékszem, hogy mondtam. Nem emlékszem, hogy készültem volna rá, és ez a legfontosabb testvéreim, hogy ne én mondjam el az én mondókámat, hanem az, hogy Isten szóljon az emberek szívéhez. Egy-egy bizonyság által, egy-egy rosszul idézett gondolat által, amit nem is ezt akartam mondani, de mégis ezt szólt annak az embernek. Én vágyom arra, testvéreim, hogy Isten szóljon hozzánk. És akár egy dicsőítésnél is nem úgy megy a ritmus, akkor elkezdem én szépen a tapsal nyomni a ritmust. Vagy felemelem a kezem, vagy éppen nem tudom az éneket, elkezdem imádni az Urat saját szavaimmal. Kifejezem a hálámat, könyörgök hozzá, és azt veszem észre, hogy áttörés jön az én életemben. És lehet, hogy körülöttem mindenki ilyen szomorú, szopót gombóc fejjel üldögél, én meg fenn vagyok a mennyben, mert érzem Istennek a jelenlétét. Mert nem a többiek határozzák meg az Istennel való kapcsolatodat, hanem te saját magad. Nagyon fontos testvéreim, hogy ne a másikra várjunk, hogy majd én megváltozok, hogyha a többiek is jókedvűek lesznek. Olyan jó lenne egy vidám gyülekezetbe járni. Olyan jó lenne egy szent szellemmel teljes, erőteljes gyülekezetbe járni. Testvérem, legyél vidám és szent szellemmel teljes, és olyan lesz a gyülekezet. Én hiszem, hogy az Úr ezt akarja, hogy én változzak, én formálódjak, és ezáltal a környezetem is változni fog. Ha én felmerem emelni a kezem, a mellettem lévő is bátorságot vesz, hogy felemelje a kezét. Ha én hangosabban imádkozok, akkor ő is nem csak motyogni fog, hanem hangosabban fog imádkozni, mert megnyugszik az, hogy oké, okay, akkor most biztos nem engem hallnak, hanem őt, akkor merek, merek hangosabban imádkozni. Felbátorodik az ember szíve. Egymás által bátorodunk, testvérem, és erre szükségünk van. És nagyon fontos, testvérem, hogy az erőt Isten nem az ajándékok használatához akarja adni. Én úgy gondolom, hanem ahhoz akarja adni, hogy a jellemünk változzon, hogy a jellemünk formálódjon. Ehhez kell az erő. Ahhoz, hogy van egy kalapácsom, és beverjem a szeget a falba, ahhoz nem kell sok ész. És tudjátok, akinek kalapács a kezébe, szokták mondani, hogy hajlamos minden szegnek nézni, és üt vág ahol csak tud. És nagyon sokszor így vagyunk, hogy van egy ajándékunk, amit jól tudunk használni, akkor ezzel hengelünk mindenkit. Pedig Isten ezeket nem azért adta. Az ajándékok mindig építésre vannak. Kalapáccsal be kell verni a szeget a falba, de üvegezésre nem feltétlen kell használni. Mert ahhoz egy másik fajta kalapács kell, másik eszköz kell. És hiszem ezt testvérem, hogy a bennünk lévő ajándékok azok nagyon jó, hogy vannak, és hogyha ebben gyakorolod magad, egyre könnyebben fog működni. De például sokkal nehezebb egy ajándékot visszafolytani, azt mondja a Biblia, hogy a profita lelkek engednek egymásnak. És azt mondom, hogy nem én akarok szerepelni, mert most vannak hárman mások, akiket az Úr indít, akkor én megvárom, amíg sorra fogok kerülni. Bár én vagyok a legjobb gitáros a gyülekezetben, de megengedem, hogy a többiek fejlődjenek, és ha majd engem is hívnak a dicsőítők, akkor jövök, és ha van lehetőség, segítek és szolgálok. Én beszélgettem már egy világszínvonalú gitárossal, aki hat évig jut a gyülekezetben egy sorban, megvártam, amíg szólnak neki, mert ő nem akarta tolni magát. És számomra ez az igazi alázat, ehhez kell erő. Nem az, hogy hát azt mondja, hogy ha bárki leül naponta gyakorol egy 4-5 órát, 10-15 év múlva nagyon profi gitáros lesz belőle. Ez nem kell nagyon nagy különös tehetség, csak szorgalom. De ahhoz viszont kell ajándék, hogy az ember ezt alázattal tudja kezelni. És ne bántson meg másokat. És amikor jönnek az ajándékok az életünkben ezeket, nem könnyű használni egészséges és jó módon. Nem könnyű nem visszaélni vele. Irítségre kívánkozik a lélek az emberben. Ez van leírva az igében. Szeretünk magasabbnak tűnni a többieknél. Nagyon jó esik, ha megemlítenek minket, hogy de ügyes voltál, vagy de jó voltál. Kenegeti a lelkünket, amikor dicséretet kapunk. És ezt nem nehéz elviselni. Legalábbis én így vagyok vele, eddig még sose fájt, amikor emberek dicsértek engem. Ahhoz kell erő, amikor nem nagyon dicsérnek, amikor magamat is úgy érzem, hogy elegem van ebből az egészből, amikor azt látom, hogy totálisan alkalmatlan vagyok arra, mire Isten engem elhívott, ehhez kell erő, hogy az ember tudja saját magát elviselni tudja a saját gyengeségeit elviselni, és akarjon változtatni ezen. Akarjon formálódni. Isten erre hívott el bennünket, testvéreim. És akkor jön még egy része, amiről szintén sokat tudnék beszélni, de nem fogok sokat beszélni róla. De mindegyiket szeretném megemlíteni egy picit, és utána erről tudtok otthon gondolkozni, emlékszem erre, és már mondtam ezt nektek egyszer, kétszer, hogy nagyon sokszor vannak emberek, amikor a szellemi fegyverezetről beszélünk, akkor ők ezt próbálják fizikálisan is felvenni, úgy csinálnak, mintha felvennék a sisakot, stb. És igazából ennek a fegyverzetnek a lényege, ez nem az, hogy most egy megvallásként elmondjuk, nincs baj a megvallásokkal, de a megvallások akkor tudnak működni, hogyha ezt a gyakorlatba is átültetjük. Az, hogy én elmondtam valamit, és nem csinálok semmit, akkor ez olyan, mint egy mágikus varázs szó, hogy elmondtam, hát ha működik, de Isten igéje ez nem így működik. Isten ígéje nem tér vissza Istenhez üresen, hanem ő megcselekzi azt, amire el lett küldve. És Isten azt akar, hogy mi is tudjuk megcselekedni mindazt, amire az Úr elküldött bennünket. És amikor itt beszélünk a szellemi fegyverzetről, tudjátok, elsődleges dolog az, hogy mi Istennek a katonái vagyunk. És ez, az a, ez a szellemi fegyverzet egy korabeli katonát mutat be erről, már biztos, hogy sok prédikációt hallottatok. A katonánál mi az egyik legfontosabb tulajdonság? Sőt, a legfontosabb tulajdonsága mi egy katonának? Az engedelmesség. Nagyon fontos az erőlét is. Nagyon jó, hogy egy mesterlövész pontosan tudjon lőni, de a legfontosabb egy katonánál az, hogy engedelmes legyen. És tudjátok, az Efézusban, itt a hatodik részben, az előtte lévő versekben, az ötödik részben, mivel foglalkozik a Biblia? Lehet puskázni ám. És Isteni szeretetről is beszél. De mivel foglalkozik még? Ötödik rész közepétől kezdődik. Egyházzal majdnem. Ötödik részben azt olvassuk, 22. vers előtt az van az én Károli Bibliámban. Házastársak kötelességei. Utána beszél arról, hogy keresztény házirend. És utána beszél a szellemi fegyverzetről. Beszél arról, hogy egy férfinak, egy feleségnek, egy gyermeknek, egy rabszolgának, egy úrnak, egy vezetőnek hogyan kell foglalkozni az életben. Ki kinek legyen engedelmes, hogyan és miként legyen engedelmes. És utána beszél arról, hogy végezetre atyánfiai legyetek erősek az úrban, erősödjünk meg. A Jakab levelének az ötödik részében az van leírva, szoktam szintén mondani nektek, hogy azt mondja az Úr Jézus az ő igébe, hogy engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és az ördög elfut tőletek. Testvérem, nagyon fontos dolog az, hogy legyünk Istennek alávetett és engedelmes emberek, és tudjuk a saját helyünket. Szokták mondani, hogy tud, hogy hol a helyed. És higgyétek nem baj az, ha az ember tudja, hogy hol a helye. Nem baj az, hogyha az ember tudja azt, hogy mi az ő feladata, az ő funkciója, Isten, ember, Isten előtt minden egyes ember egyenlő. Nincs fontos, meg fontosabb ember. Egy lelki pásztor nem fontosabb egy gyülekezeti tagnál. Aki ezt állítja, az hazudik. A Bibliában azt, azt olvassuk, hogy minden egyes ember a királyi papságnak a része. Mindannyian ugyanannyira fontosak vagyunk. Feladatunk, funkciónk és elszámoltatásunk szempontjából lényeges különbségek vannak köztünk. De a lényeg az, hogy mindannyian ugyanolyan fontosak vagyunk, és a saját helyünkön, testvéreim, kell tudnunk engedelmességben élni. <kül> és ez az, ami az én feladatom. Katonaként nem feladatom a stratégia kitalálása. Nem feladatom az, hogy melyik had hadtest mikor fog támadni. Egyetlen feladatom van, amikor azt mondják, hogy előre, akkor elindulok. Amikor azt mondják, hogy lőni kell, akkor lövök. Amikor hasalni kell, hasalok. Meg kell tanulnunk engedelmességbe járni, ha szeretnénk Isten harcosai lenni. És tudjátok, riasztó dolog az, amikor az emberek mondják, hogy ők szellemi harcosok, csak éppen senkinek nem engedelmeskednek. Ilyen harcosokkal nem lehet háborút nyerni. Ilyen harcosok, ezek a önjelölt hősök, ezek annyit tudnak elérni, hogy esetleg a saját dicsőségüket keresik a hadszintéren, de előbb-utóbb mindig vagy ők belebuknak, vagy nagyon-nagyon sok embert belebuktatnak ebbe a szolgálatba, mert egy hadsereg csak összehangoltan tud működni. Én nem lehetek szellemi harcos úgy, hogy nem járok alázatban, és nem tudom, hogy ki az én felettesem. Nem tudom, hogy ki az én uram, aki nekem parancsol, és én azt csinálom, amit ő mond nekem. És higgyétek el testvéreim, megint csak ehhez kell erő. Egy karddal levágni valakinek a fejét nem nehéz, főleg a hát talál neked. Nem próbáltam, még nem azért mondom, de nem nehéz dolog egy fegyvert használni. Főleg, hogyha az ember gyakorol, gyakorolja magát. De viszont nehéz engedelmeskedni amikor az ember, ő nem így gondolná, ő nem ezt akarná, ő másféle módon menne. És tudjátok, én nekem annyira tetszik, sokat beszélnek Dávidról, de Dávid előtt volt egy trónörökös, aki szerintem legalább olyan nagyszerű fickó volt, mint Dávid. Sőt, Dávid legjobb barátja volt. Úgy hívták őt, hogy Jonatán. És emlékezzetek arra, hogy mennek ezek, Jonatán meg az ő barátja, Jonatánnak volt egyedül fegyvere meg az apjának az egész, az egész hadseregben tehát nem voltak egy nagyon túlfegyverzett az izraeli hadsereg, és mennek ott a völgyben, és látják azt, hogy ott a filisztausoknak egy erőse. És mit csinál ez a Jonatán? Menjünk oda, hát ha az úr cselekszik valamit. Amikor lát húsz ellenséget, és csak neked van fegyvered, a barátod ott van melletted, nem az az első gondolatod, hogy hát ha az úr csinál valamit, hanem az az első gondolatom, hát ha nem vesznek észre, bújjunk el valahova. De ez a Jonatán ez olyan volt, hogy az Úr, hát ha cselekszik valamit is, ezek odamentek bíztak Istenben, volt bennük hit, és legyőzték az ellenséget. És Isten elindított egy szabadítás rajtuk keresztül. És nagyon sok esetben, testvérem, nem tudjuk azt, hogy Isten hogyan és miként tervezi a jövőnket. És ez nem is baj. Az ember nagyon-nagyon szeretné tudni azt, hogy mi lesz a jövőjében. Ezért vannak folyton minden évben ezek az új proféciák, hogy mit mond az Úr 2019-re, 20-ra, 21-re, voltak ilyenek régebben is, éppen most olvastam te, múlt héten a Nostradamusról, hogy ő is megmondta, hogy mi ez 2019-ben. Elvégben idén megtanulunk beszélni az állatokkal. Ez az egyik proficiája a sok közül, amit erre az évre mondott. Aztán majd meglátjuk. Mondjuk mi beszélni tudunk az állatokról, de érteni őket nem feltétlen. De az emberek vágyják a jövőnek az ismeretét, mert ez egy érzettel tölti el őket, hogy tudjuk, hogy mi lesz holnap. De tudjátok, nem tudjuk a holnapot, nem ismerjük a jövőnket. Nincs a tulajdonunkban a jövő. Nincs ez az, az ismeret, amivel tudnám azt, de még azt sem tudom, hogy milyen idő lesz holnap. És ezek az időjósok is utólag mindig tudnak korrigálni, hogy hát ilyen idő volt ma. De hogy hogy meg mint volt, ezt nem mindig tudják az emberek elmondani. De nem is baj, nem ismerjük a jövőt. Ezért kell, hogy hit legyen bennünk. Bizalom legyen bennünk Isten iránt, hogy tudom azt, hogy ő velem van, tudom azt, hogy ő meghallgat, támogat. Na de rátérjek már a szellemi fegyverzetekre. Az igaz lelkűség, ez az Aléteia nevű görög szó, ami egy öv a derekunkon. És hiszem azt testvéreim, igazából ez az a nevű görög szó az azt jelenti, ami megegyezik, megfelel a tényeknek, sőt, maga a valóság. Egy hívő embernek a valóságban kell járnia. Az életünknek meg kell egyezni a tényekkel. Nem akarok ezekről sokat beszélni, Igyekszem a Jocóhoz igazodni, hogy inkább szüksze van, értsen meg mindenki az ember, nem akarom körülírni. A második, az igazságnak a melvasa, ami minden emberben ott kell, hogy legyen. Ez a dikályos, dikályos szünni nevű görög szó, ez az igazságosság, jogosság, méltányosság, az igében kijelentett isteni akarathoz való ragaszkodás, illetve annak való megfelelés. És lehetne még sokat mondani, de ez az, amit nem én magam érek el. Azt mondja Pál, hogy nincsen igazságom magamban, csak Krisztusban úgy vagyunk igazak testvérém, hogy Jézus igazá tesz bennünket, hogy elveszi a hamisságainkat, és az ő megigazultságát adja nekünk. Ez a belvas, ez az ember legfőbb szerveit meg tudja védeni. Nagyjából minden főbb szervünk az agyunkat kívülve innentől idáig van. És védelmet ad nekünk az, hogy az igazságunk az Krisztusban van. Ő a mi igazságunk, nem én, nem az én cselekedeteim, nem az én tudásom, nem az én csodáim, amiket végrehajtottam, a gyülekezetem, amit felépítettem, az emberek, akiket az Úrhoz vezettem, ezek mind-mind egy ajándéknak a következményei. Az igazságom az Krisztusban van. Csak ő miatt a mehetek a senki más miatt. Semmilyen más módon nem tudom elérni az üdvösséget, csak az Úrral való közösségben. A harmadik a békesség evangéliumi hirdetésének a készsége, ez a saru, ez a hetoimájszá nevű görög szó, ez készség, felkészültség, illetve készenlét. Mennyire fontos az, hogy az ember mindig készen legyen megfelelni a benne lévő reménységről. Ezt Jézus mondta a tanítványoknak. Mindig készen legyetek. Ez nem azt jelenti, hogy nekem azt kell csinálni, mint például a zsidók, akik mentek, azt mondták, hogy az egész világot képesek bejárni azért, hogy egy ember zsidóvá tegyenek, hogy aztán a gyernának a tüzére rakják ezt az embert. Nekünk nem az a feladatunk, hogy a gyülekezetnek a létszámát növeljük hanem az, hogy legyen bennünk a készség megfelelni a bennünk lévő reménységről, ezt tudjuk megosztani másokkal, és az emberek pedig döntenek, hogy akarják az Urat követni, vagy az ő útján járni. A következő a hitnek a pajzsa. Ez a pisztis, ez bizalom, meggyőződés, bizonyosság, bizonyíték, hit, hűség, megbízhatóság, hitelesség, ígéret, biztosíték, kezesség, megbízás. Lehetne sorolni még egy jó néhány dolgot, hogy mit jelent. Azt olvassuk, hogy ezzel a pajzsal mit tudunk elérni? A gonosznak minden tüzes nyilát meg tudjuk oltani. Nagyon fontos dolog, testvéreim, hogy hinnünk kell Istennek az igében, hogy az elejéről is beszéltem, és mindjárt még a végén vissza fog térni egy picit arra, hogy hogyan miként támad minket az ördög, de akarok végigmenni a következő, az üdvösségnek a sisakja kell, hogy a fejünkön tudjunk lenni. És érdekes ez a üdvösség, ez a görög szó, szava, ez a szótérjön, ami nem csak üdvösséget jelent, hanem megmenekülést, szabadá, szabadulást is jelent. Tehát igazából a mi szabadulásunk, a szabadságunk az az, hogy üdvösségünk lehet, hogy örök életünk lehet. És ahogy említettem nektek, azt olvassuk, hogy tudjuk meg azt, mi az ő elhívásának a reménysége, és az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között, ahogy az Efizus 1.18-ban olvastam fel. Tehát amikor én megismerem azt, hogy milyen dicsőségre jött el az engem az Úr, megismerem azt, hogy örök üdvösségem van, és <tosz> Ez a fejemet meg tudja védeni, az én miatt meg tudja védeni, hogy nem kell nekem aggódnom a holnap miatt, mert tudom azt, hogy mi lesz az egésznek a vége. Tudjátok, lehet izgulni, éppen szerdán lesz majd a gyerek klasszikó, épp jutottál, néztem, és milyen érdekes lenne, ha tudom azt, hogy 5 egy lesz a vége. Meglátjuk, hogy profitáltam-e, de hogy 5-1 lesz a vége. Ha tudom azt, hogy mi lesz a vége, már nem olyan izgalmas a meccs, igaz? Az ember azt szereti, hogy közben, ahogy alakul, rúgnak, nem rúgnak, 11-es, nem 11-es. Emlékszem azt, sok barátom, aki régebben nézte intenzíven a Forma 1 és gyülekezetben volt, nem tudta megnézni, az mindig felvette, és mindenféle hírt kikapcsolta, a rádiót hallgatta, hallgatta, hogyha hazamegy, leül, bekapcsolja, és úgy akarja végignézni, hogy ne tudja azt, hogy mi a végedmény, mert az izgalmát szeretné végigélni az egésznek. Tudjátok, amúgy jó dolog az, hogyha egy végedményt tudunk, hogy jó. Például sokkal könnyebb szerintem a, hogy hivel ezt nem lottó, a más, a totó. Tehát Totónál vagy tipisnél elég könnyű lenne úgy betippelni a dolgokat, hogy tudom a végeredményeket. És jó esélyen nyernék is, mert eltalálnám mindegyik meccset. Könnyebb lenne egy kicsit így az embernek fogadni, bár biztos, hogy kisebb lenne a nyeremény, mert mindenki nyerne. De tudjátok, jó dolog az, hogy tudhatjuk azt, hogy nekünk örök üdvösségünk van. Tudhatjuk azt, hogy a mennybe fogunk jutni, és Istennel közösségben vagyunk. Ez megerősít bennünket. És egyetlen egy harci fegyverünk van a léleknek a kardja, a szent léleknek a kardja, ami a Pneumag nevű görög szó a szent lélek. Isten akarja azt, hogy az ő szent lelke legyen az, ami bennünket tud előrevinni, Sőt, Isten beszédéről mondja ezt, a lélek kardja, ami Istennek a beszéde. És erről is sok igét tudnék nektek mondani, amikor Jézus Krisztus visszajön, azt mondja, hogy az ő szájának lehelletével fogja legyőzni az ő ellenségét, az ő szájából két éves kard fog kijönni. Isten igéje valóban élő is ható, hogy az zsidókhoz itt levél mondja. És igazából, amikor itt ezzel a fegyvezettel beszélünk, fegyvezetről, akkor mi ellen és ki ellen és hogyan harcolunk? Egy kérdést szeretnék még itt a végén nektek el feltenni. Mivel szemben van ez a fegyverzet a számunkra. Megint érdemes ha nyitva a Bibliátok, és megnézitek, nem test ispír ellen, de mi ellen? Hatalmasságok, erők, így van, még előtte is van szerintem. Mondjuk a segít, ha a 11. vers környékén keresitek. 6. rész, 11. vers. 11. vers ezt mondja, öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben, vagy mesterkedéseivel szemben. Ravasság, mesterkedés, itt is szeretném nektek bemutatni a Bibliában, de most megkeresem itt a... Egészen olyan, mintha tudnék teljesen jó görögül, de igazából a Biblia tud ilyen jó, a Biblia program pontosabban. És igazából itt a ravassággal szemben azt mondja, ez a metodája nevű görög szó, megtévesztés, becsapás, félrevezetés, fondorlat, ravasság, mesterkedés. Tudjátok, meglepődtem ezen, mert én nekem is elsőre fejedelemségek, hatalmasságok, lehetne sorolni ezeket, hogy milyen szellemi hadviselésünk van, megnézni a felsőegeket, hogyan, miként működik, hogy jönnek az angyalok, hogy mennek a gonosz angyalok, mit tudom én. Tehát komplet tanítás rendszerek vannak ezzel felépítve, de azt mondja, hogy ezeket a fegyvereket elsősorban az ördög becsapása, a ravassága, átverése ellen kaptuk. Az ördögnek nincsenek fegyverei. Az ördögnek nincsen hatalma. Minden, amit van, azért van, mert bitorolja Istentől, illetve becsapja az embereket. És az emberek elhiszik azt, amit ő mond, hogy az igaz, pedig hazudik. Jézus azt mondja, hogy ő a hazugságnak az atya, aki ember gyilkos volt kezdettől fogva. Beszélgettem múltkor egy lelkipásztor, azt mondta, és csendesen magammal nem értettem vele egyet, mert azt mondta, hogy az ördögöt csak azok az emberek érdeklik, akik hisznek, a többivel nem foglalkozik. Én azt gondolom, hogy az ördög minden egyes emberrel foglalkozik, és minden egyes embernek a vesztét akarja. Teljesen mindegy, hogy hívő vagy hitetlen, erős vagy gyenge keresztény. Az ördög Isten teremtményeiben magát Istent látja, gyűlöli Istent, és igyekszik mindent megtenni, hogy Istennek a népe megsemmisüljön. És az egyetlen egy nagy fegyvere az ördönnek az ő ravassága, az ő csalárdsága, amivel becsapja az embereket. És testvéreim, amikor ezek a fegyverek, ezek fegyverzet rajtunk van, amikor ezeket megéljük a hétköznapokban, és nem úgy, hogy imitálva felvettük, hanem én tényleg igazat beszélek. Tudom azt, hogy üdvösségem van Krisztusban. Tudom azt, hogy fel fog menni a mennybe. Hiszek abban, amit Isten mond. És kész vagyok beszélni róla és bizonyságot tenni bárki előtt az Úr Jézusról, akkor én fel vagyok fegyverkezve az ördög csalásai ellen. És nem tud velem mit kezdeni, hanem menekülnie kell, amikor én engedelmességben járok. És azt veszem észre, hogy egyre inkább erősebb vagyok. Egyre inkább észreveszem az ő trükkjeit, észreveszem be becsapásait. Meséltem már nektek erről egyszer, hogy még PTFS koromban elmentem is, játszottam egy itt a pirost, hol a pirost az egyik budapesti aluljáróban. Tudjátok, hogy most már miért nem játszanik soha ilyen játékot? Mert rájöttem a játéknak a trükkjére nem tudsz olyan ügyesen odafigyelni, hogy tudnád, hogy hol lesz a golyó, mert mindig, amikor az utolsó mozdulatot veszi, kiveszi a golyót, és amikor rámutat, egyik alatt sincs golyó. Nem tudsz nyerni. Ha az ördög téged elkezd becsapni, és belemegy a játékába, akkor vesztésre vagy ítélve. De ha meg se állsz is tovább mégy, ha nem foglalkozol vele, ha nem veszed fel az ördög hazugságait, amikor mondja, hogy értéktelen vagy, amikor mondja, hogy semmit sem érsz, hanem tudod azt, hogy te igenis értékes vagy, mert drága vére lettél megváltva, nem tud mit tenni az ördög. Ha nem ülsz fel a hazugságainak, ha nem ülsz fel az ő becsapásainak, hogy engem senki se szeret, nem tud veled mit tenni. Ha elhatározod, hogy szeretni fogod az ember társaidat, akkor egyáltalán nem fog bántani azt, hogy a többiek nem annyira szeretnek, mert a szeretet tud neked erőt adni, hogy kitarts és előre haladj, és megerősödsz az Úrban, az ő hatalmas erejében. Felnövekszel az érett férfiúságra, akár férfi vagy akár lány, és Isten dicsőséget tud téged betölteni. Nagyon fontos testvéreim, azt van itt az igében, tegyetek szert több hatalomra, az Úr által és az ő uralkodó ereje által. Van lehetőségünk, hogy egyre több hatalomra tegyünk szert. Egyre inkább megerősödjünk. És annyira vágyom erre, testvérem, hogy az ajándékok erővel, hatalommal tudjanak működni rajtunk keresztül, és hogy ezek által Istennek a neve legyen felemelve. Vágyom arra, hogy ebben a gyülekezetben jelek csodák intenzíven működjenek. Még jobban vágyom arra, hogy az emberek újjászülessenek, de leginkább arra vágyom, hogy Isten előtt kedvesek legyünk. És nem az érdekel, hogy az emberek számára híres lesz a kecskeméti gyülekezet, vagy nem. Maximálisan nem érdekel, hogy most 20 nézik, 50-en vagy 500-an a prédikációt. Nem érdekel az, hogy 25 ezer letöltés van, vagy 250 ezer letöltés. Isten országában ezek lényegtelen információk. A lényeg az, hogy amin van, én azt használni akarom. Akármennyire kevés, akármennyire gyenge vagyok, akármennyire ügyetlen vagyok, amin van, azt én akarom oda tenni az Úrnak a kezében, és azt fogod észrevenni, hogy hatalomra teszel szert. Azt fogod észrevenni, hogy megerősödsz és már nem tud úgy fogást találni rajtad az ördög, mint régebben. Régebben egy ember elég volt, hogy rosszul nézett rád, és megharagudtál. Most meg más se bánt, ha beszól, hanem szeretettel fordulsz oda. Hatalomra tettél szert, megerősödtél, Isten erejével, Isten hatalmával, nem a saját erőddel, nem a saját tudásoddal. És én erre vágyom, testvéreim, hogy erősödjünk meg az Úrban, erősödjünk meg a hétköznapokban. Nagyon szépen hangzik az, amit most prédikáltam, de nagyon nehéz ezt megélni. Nagyon-nagyon szimpatikus dolog erős kereszténynek lenni. De fáj, amikor bántanak. Rossz betegségben feküdni, amikor az ember nem tud mozdulni. Rossz dolog megalázottnak lenni. Rossz dolog megvetetnek lenni. De így tudsz megerősödni, testvérem, és így tud megtapasztalni Istennek a hatalmát, az ő szabadító erejét, és így tud egyre inkább kihúzni magad, és azon fogod észrevenni magad, hogy amik régen bajok voltak, most már nem problémák, nem nehézségek. Én emlékszem, amikor az iskolában jártunk, mindig kellett súlypont emelkedést mérnünk. Emlékeztek erre? Vannak ezek a kis fák, fel kell ugrani és el kell csapni jó magasra. És amikor még egy 20 kilóval könnyebb voltam, és minden héten ezt rendszeresen gyakoroltuk, egészen magas volt a súlypont emelkedésem. Most, ha megpróbálnám, lényegesen rosszabb lenne a súlypont pedig erősebb vagyok, idősebb és tapasztaltabb vagyok, de hiányzik belőlem a gyakorlat. Testvéreim, gyakorolnunk kell magunkat az úrra kapcsolatban hogy jó magasra tudjunk ugrani. Hogy tudjuk a nehézségeket, a próbákat venni. Azt mondta Pál Apostol a Filippi gyülekezetnek, hogy én megtanultam, hogy mindenben megelégedett legyek. Olyan egyszerű szó ez is, hogy megtanultam. De ez nagyon, so, nagyon sok szenvedést rejt magában. Ez nagyon sok nehézséget rejt magában. De az ő tanulmányait befejezte. <kül> <kül> és eltitetett neki az életnek a koronája. Ez az én vágyam is, testvéreim, hogy ne felejtsük el, hogy milyen üdvösségünk van. Ne felejtsük el azt, hogy milyen ajándékot kaptunk Istentől, és a lényeg az, legyünk bármilyen erősek, mi a mennybe készülünk, és oda megyünk, testvéreim, és ha erőnk van, tartozunk, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, tudjunk másokat segíteni, bátorítani. Olyan sok gondolat volt még bennem ezekkel a témákkal kapcsolatosan, de úgy gondoltam, hogy ez az igazán lényeges dolog, hogy ezzel tudjunk foglalkozni, hogy így erősödjünk meg, mert így lesz értelme az ajándékoknak is. Lesz értelme annak, hogy imádkozunk a profétálásért, és jönnek a kielentések. Lesz értelme annak, hogy a beteg emberek meggyógyulnak. Épp Anna Mari mondta nekem az alkalom elején, hogy van most egy házaspár, apa és anya is mind a ketten betegek. Egyik szklerózis multiplex, másik meg egy súlyos izomsorvadás, amiben szenvednek. És hogy valamilyen módon jól lenne, ha majd segítenénk, fogunk majd egy jövéten erről beszélni a gyülekezet előtt. De tudjátok, most azt hiszem, a de több újság hozta azt, hogy milyen nehéz helyzetben van ez a család. És tudjátok, milyen dicsőség lesz Istennek az, amikor esetleg azt mondják, hogy ez az édesanyja meggyógyult, mert Isten ereje megérintette őt. És itt vannak a papírok, itt van az, hogy egy gyógyíthatatlan betegsége van, ő meg azt mondja, hogy de van itt egy Isten, mert imádkoztak a testvérek, és meggyógyultam. És köszönöm szépen, nincs szükségem semmi segítségre, mert Isten megszabadított. Én annyira vágyom, testvéreim, hogy így tapasztaljuk meg Istennek az erejét, és az ő neve legyen felemelve. Ne a mi nevünk, az ő neve dicsőjön meg. Mert az ő ereje a mi erősségünk, nem a saját erünk. És erre bátorítom a titeket, hogy így erősödjetek meg az Úrban az ő szeretete által. Amen.